Muzsika támogatója a Rolex. Amikor az alvajáró állapotában van, akkor teljesen szabad. Szeretem benne a fényt, az őszintességet, amire vágyakozom. Britianda testesíti meg az alvajáró hősnőt, Aminát Bellini mesterművében, a La Sonnambulában, egy új produkcióban, amelyet a Théâtre de saint elysén álmodott színpadra Rolando Villazón. Amikor Bellini ezt az operát komponálta, az alvajárás ötlete új és izgalmas volt. Az alvajárás a tudatalatti világa, az ébrenlét pedig szabad, örömteli, veszélyes és egyszerre kaotikus világ. Az olyan karakterek, mint Amina, arra emlékeztetnek, hogy mi, emberi lények, szabadnak születtünk, arra, hogy szeressünk és hogy repüljünk. Az ősbemutató 1831-ben volt, az opera Amináról szól, akinek alvajárása miatt botrány alakul ki jegyese, Elvino és közte. Rolando Villazón tolmácsolása szerint az opera egy különösen szigorú társadalomban játszódik. Egy olyan közösséget alkottunk meg, amelynek nagyon szigorú szabályai vannak. Egy minimalista térben dolgozunk. Ezek a falak egy zárt falut képviselnek. A hangulat hűvös. Ha megnézzük a történetét, akkor látszódik, hogy a társadalomnak nagyon nehéz elfogadnia a tisztaságot, a jót és a szabad elvű személyeket. Bellini zeneműve a dallam tűzi játékával és a bel canto varázslatával fogja meg a hallgatóságot. Ez egy extra nehéz rész, mert abban a pillanatban intenzíven kell énekelni és hagyni, hogy a zene elbűvölje az embert. Olyan gyengéd lelkű, és azt mondja, Grandio, hát nem látod a fájdalmamat? Megbocsátok neki. Még ha nem is vagyok boldog, azt akarom, hogy ő az legyen. Ez hihetetlen. Ennek az áriának az elképesztő egyszerűsége olyan mély, hogy bármilyen lélek meg tudja érteni. A muzsika büszke támogatója a Rolex.